A kutya újra ugatni kezdett. A bejárati ajtó kinyílt, és becsukódott, és egy hang kiáltott. Jól van, Nepi, jól van, én vagyok! A kutya izgatottan ugrált fel a hálószoba ajtajára. Elfogott a dű, hogy csapdába kerültem. Nem akartam látni Normát. Nincs mit mondanunk egymásnak, és nem akartam elrontani a látogatásomat. Hátsó kiárat nem volt. Az egyetlen út az lett volna, ha kimászom az ablakon a hátsó udvarba, és meglépek a kerítésen át. De valaki még betörőnek nézhet. Ahogy meghallottam Norma kulcsának fordulását az ajtóban, nem is tudom, miért odasúgtam anyámnak. Norma hazajött. Megérintettem a karját, de ő nem hallott engem. Elmerülten dúdolgatott magában, miközben az ajtó félfát mosta. Az ajtó kinyílt. Norma meglátott és összeráncolta a homlokát. Először nem ismert fel. Fél homály volt, még nem gyújtottunk villanyt. Letette a táskáját és fölkattintotta a villanyt. Ki maga? De mielőtt felelhettem volna, kezét a szájához kapta, és hátra tántorodott az ajtónak. Charlie! Ugyanúgy mondta, mint az anyám. Elfúló hangon. És olyan volt, mint anyám valaha. Sovány, éles vonású, csinos madárarc. Charlie, Istenem, micsoda meglepetés! Miért nem értesítettél? Fölhívhattál volna, nem is tudom, mit mondjak. Anyámra nézett, aki a földön ült a mosogató mellett. Nincs semmi baja? Nem ijesztetted meg, vagy valami? Eszénél volt egy darabig. Kicsit beszélgettünk. Örülök. Nem sokra emlékszik vissza mostanában. A korral jár. Szenilis. Dr. Portman azt akarja, hogy tegyen be az aggok menhelyébe, de nem tudom megtenni. Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy intézetben legyen. Kinyitotta a hálószoba ajtót, hogy kiengedje a kutyát. És amikor az ugrándozott és szűkölt örömében, fölvette és magához szorította. Egyszerűen nem tudom megtenni a saját anyámmal. Aztán bizonytalanul rám mosolygott. Na hát, micsoda meglepetés! Álmamban sem hittem volna. Hadd nézzelek! Sose ismertelek volna meg. Elmentem volna melletted az utcán. Annyira más vagy. Sóhajtott. Örülök, hogy látlak, Charlie. Igazán. Azt hittem, sose akarsz látni többé. Ó, Charlie! Megfogta a kezemet. Ne mondd ezt. Örülök, hogy látlak. Mindig vártalak. Tudtam, hogy egyszer visszajössz. Mindig vártalak, amióta olvastam, hogy megléptél Chicagóban. Hátrápúzódott, hogy szemügyre vehessen. Nem is tudod, mennyit gondoltam rád. Mennyire szerettem volna tudni, hol vagy és mit csinálsz, amíg az a professzor ide nem jött. Mikor is volt? Márciusban? Csak 7 hónappal ezelőtt? Addig fogalmam sem volt róla, hogy még élsz. A mama azt mondta, meghaltál a váremben. Ezt hittem annyi éven át. Amikor megmondták, hogy élsz, és hogy szükségük van rád a kísérlethez, nem tudtam, mit tegyek. A professzor Némúr, így hívják, nem engedte, hogy meglátogassalak. Félt felizgatni téged a műtét előtt. De amikor láttam az újságban, hogy sikerült, és lángész lettél... Ó, Istenem! Nem is tudod, milyen érzés volt ezt olvasni. Mindenkinek elmondtam az irodában, és a lányoknak a bridge klubban. Megmutattam nekik a fényképedet az újságban, és mondtam nekik, hogy egyszer majd hazajössz meglátogatni minket, és eljöttél, igazán eljöttél. Nem felejtettél el minket. Újra megölelt. Ó, Charlie, Charlie! Olyan csodálatos egyszerre felfedezni, hogy van egy bátyám. El sem tudod képzelni. Ülj le! Csinálok neked valami ennivalót. Mindent el kell mesélned, azt is, hogy mik a terveid. Nem is tudom, mit kérdezzek először. Tudom, hogy nevetségesen hangzik, mint amikor egy lány hirtelen rájön, hogy a fivére hős, vagy filmsztár, vagy ilyesmi. Zavarban voltam. Nem vártam ilyen fogadtatást Normától. Sohasem gondoltam rá, hogy a mamával kettesben töltött évek megváltoztathatták. És mégis ez elkerülhetetlen volt. Nem volt többé az az elkényeztetett kölyök, akire én emlékeztem. Meleg szívű együttérző és gyengét felnőtt lett belőle. Beszélgettünk. Fájdalmas.
Ott ültünk kettesben a húgommal, és úgy beszélgettünk anyámról közvetlen mellette, mintha ott sem volna. Valahányszor Norma közös életüket említette, Rózra néztem, hogy vajon figyeli-e, de ő mélyen elmerült saját világába, mintha nem értené a nyelvünket, mintha ebből már semmi sem vonatkozna ő rá. Nesztelenül járkált a konyhában, mint egy kísértet, tetvet rakosgatott, és soha nem volt útban. Ijesztő volt. Néztem, ahogy Norma enni ad a kutyájának. Tehát végül megkaptad? Neppi, Napóleon rövidítése, ugye? Norma fölegyenesedett és homlokát ráncolta. Honnan tudod? Elmeséltem az emlékemet. Amikor a vizsga bizonyítványát hozta haza, és azt remélte, hogy megkapja a kutyát, és Matt hogyan tiltotta meg. Ahogy meséltem, a ránc elmélyült a homlokán. Semmire sem emlékszem ebből. Ó, Charlie, ilyen komisz voltam hozzád? Van egy emlék, amire kíváncsi vagyok. Nem vagyok benne igazán biztos, vajon emléke vagy álom, vagy csak kitaláltam az egészet. Akkor történt, amikor utoljára játszottunk együtt jó barátságban. Az alaksorban voltunk, lámpaernyőt tettünk a fejünkre. Azt játszottuk, hogy kínai kulik vagyunk, és egy öreg matracon ugráltunk. 7-8 éves lehettél, gondolom, én pedig körülbelül 13. És ahogy emlékszem, te legurultál a matracról, és beverted a fejedet a falba. Nem nagyon erősen, csak odakoppantottad. De mama és papa lerohantak, mert sikítottál, és te azt mondtad nekik, hogy meg akartalak ölni. A mama Mattot okolta, miért nem vigyázott rám, és kettesben hagyott bennünket. Engem pedig addig ver szíjjal, amíg majdnem elvesztettem az eszméletemet. Emlékszel erre? Tényleg így történt? Normát lenyűgözte az emlék elbeszélése, mintha alvó látomásokat ébresztett volna fel. Minden olyan homályos. Tudod, én azt hittem, hogy álmodtam ezt. Emlékszem, hogy lámpaernyő volt rajtunk, és ugráltunk a matracon. Kibámult az ablakon. Gyűlöltelek, mert mindig olyan nagy hűhót csaptak körülötted. Sose vertek meg, ha nem csináltad meg a leckédet, vagy ha a rossz osztályzatot hoztál haza. Legtöbbször ellógtál az iskolából, és inkább játszottál. Nekem meg ott kellett ülnem a legnehezebb órákon is. Ó, mennyire gyűlöltelek! Az iskolában a többi gyerek képeket firkált a táblára, egy fiút boholt sipkában, és azt írták alája, Norma bátyja, és mindenfélét firkáltak a járdára az iskola udvarban. A hülye húga meg gyagyós, gyagyás Gordon család. A hülye húga meg gyagyás Gordon család. És aztán egyszer, amikor nem hívtak meg Emily Reskin születésnapi zsúrjára, tudtam, hogy ez miattad történt. És amikor ott lent az alaksorban játszottunk a lámpaernyővel a fejünkön, egyszerre úgy éreztem, le kell számolnom veled. Sírva fakadt. Hazudtam. Azt mondtam, hogy bántottál. Ó, Charlie, milyen buta voltam. Micsoda elkényeztetett kölyök, úgy szégyellem magam. Ne tégy magadnak szemrehányást. Nehéz lehetett szembenézni a többi gyerekkel. Nekem ez a konyha volt a világom. Meg ott bent az a szoba. A többi nem számított, amíg itt biztonságban voltam. A világ többi részével neked kellett szembenézned. Miért küldtek el téged, Charlie? Miért nem maradhattál itthon? Miért nem élhettél velünk? Mindig ezen törtem a fejem. Valahányszor megkérdeztem a mamát, mindig azt mondta, hogy ez a te érdekedben történt. Bizonyos értelemben igaza volt. Norma megrázta a fejét. Miattam küldött el téged, igaz? Ó, Charlie, miért kellett ennek így lennie? Miért történt velünk mindez? Nem tudtam, mit feleljek neki. Bárcsak azt mondhattam volna, hogy Atreus vagy Kadmosz ivadékaihoz hasonlatosan elődeink bűneiért szenvedünk, vagy egy ősi jóslat teljesedett be rajtunk. De nem volt válasz, sem az ő, sem a magam kérdéseire. Ez már a múlté, szóltam. Örülök, hogy ismét találkoztunk. Ez egy kicsit könnyebbé teszi a dolgot. Hirtelen megragadta a karom. Charlie, nem tudod, mind mentem át vele az utóbbi években.
A lakás, ez az utca, az állásom, mint egy rossz álom. Minden nap hazajönni, aggódva, hogy itt van-e még, vagy nem tette kárt magában, és a bűntudat, amiért ilyesmikre gondolok. Fölálltam, ő pedig a vállamra borult és sírt. Ó, Charlie, boldog vagyok, hogy visszajöttél. Szükségünk van valakire. Olyan fáradt vagyok. Régóta álmodtam erről a pillanatról, de most, hogy eljött. Mi haszna? Nem mondhattam el neki, hogy hamarosan mi lesz velem. És mégis, elfogadhatom-e a ragaszkodását, hiszen ez csalás. Minek áltassam magam, ha még mindig a régi, gyenge elmélyű, gyámolításra szoruló Charlie vagyok, nem beszélne így velem. Tehát most sincs jogom hozzá. Nem sokára lehull rólam az álarc. Ne sírj, Norma, minden jóra fordul. Hallottam magamat, amint megnyugtató közhelyeket mondok. Igyekszem mindkettőtökről gondoskodni. Van egy kis megtakarított pénzem, az alapítványtól is kapok fizetést. Úgyhogy módomban áll rendszeresen egy kis pénzt küldeni, legalábbis egy darabig. De nem mész el, velünk kell maradnod most. Még néhány utat kell tennem, egy pár kísérletet elvégeznem. Előadásokat tartanom, de igyekszem majd hazajönni, meglátogatni benneteket. Vigyázz rá, sok mindenem ment keresztül. Ameddig módomban lesz, segíteni foglak benneteket. Charlie, ne menj el! Belém kapaszkodott. Félek. A szerep, amelyre mindig vágyódtam, az idősebb testvér szerepe. Ebben a pillanatban megéreztem, hogy Róz, aki csendesen ült a sarokban, merően néz bennünket. Valami megváltozott az arcán. Szeme tágra nyílt, előrehajolt a székén. Lecsapni készülő sólyomra emlékeztetett. Eltoltam magamtól Normát, de mielőtt megszólalhattam volna, Róz már talpon volt. Fölvette a konyhakést az asztalról, és rám szegezte. Mit csinálsz veled? Takarodj onnan! Megmondtam, mit csinálok veled, ha még egyszer rajta kaplak, hogy hozzáérsz a húgodhoz. Mocskos gondolatok, nem illesz normális emberek közé? Mind a ketten hátraugrottunk, s én esztelen módon bűnösnek éreztem magam, mintha tetten értek volna, és tudtam, hogy Norma ugyanezt érzi. Olyan volt, mintha anyám vádaskodása igazzá tette volna, hogy csak ugyan valami obszcén dolgot műveltünk. Norma rákiáltott. Mama, tegye le azt a kést! A látványa, hogy Róz ott áll késsel a kezében, fölidézte annak az éjszakának a képét, amikor arra kényszerítette Mattot, hogy vigyen el engem. Anyám most újra átélte ezt. Nem tudtam szólni, mozdulni. Émelgés fogott el. Folytogató feszültség, fülzúgás, beleim görcsösen vonaglottak, mintha ki akarnának szakadni a testemből. Kés van a mamánál, és kés van Alice-nál, és kés van a papánál, és kés van dr. Strauss-nál. Szerencsére Normának volt annyi lélek jelenléte, hogy elvegye tőle a kést. De a félelmet nem tudta kitörölni a szeméből, és Róz felkiáltott. Dobd ki, nincs joga itt lenni, nincs joga illetlen gondolatokkal nézni a húgára. Róz sikoltozott, és sírva hanyatlott vissza a székbe. Sem én, sem Norma nem tudtunk mit mondani. Mindketten zavarban voltunk. Norma most megtudta, hogy miért küldtek el engem. Szerettem volna tudni, vajon tettem-e valaha olyasmit, ami igazolta anyám félelmét. Nem voltak ilyen emlékeim, de hogy lehettem bizonyos abban, hogy nem voltak elnyomott szörnyű gondolatok elkínzott tudatom torlaszai mögött. A zsákutcák mögött, a zárt folyosókban, amelyekbe sohasem pillanthatok. Valószínűleg sohasem fogom megtudni. Bármi legyen az igazság. Nem szabad gyűlölnöm Rózt azért, mert védelmezi Normát. Meg kell értenem, miként látta ő a dolgot. Semmim sem marad, ha nem bocsátok meg neki. Norma reszketett. Nyugodj meg, szóltam. Nem tudja, mit csinál. A dühe nem nekem szól, hanem a régi Charlie-nak. Attól ilyet meg, amit az tehetett volna veled. Nem hibáztathatom, amiért meg akar védeni téged, de most már nem kell törődnünk ezzel, hiszen az a Charlie örökre eltűnt. Nem figyelt rám.
Álmodozó kifejezés ült az arcán. Gyakran szokott ilyen különös élményem lenni, amikor valami történik, és úgy érzem, hogy tudom, hogy meg fog történni. Mintha minden egyszer már végbe ment volna. Pontosan ugyanígy. És figyelem, ahogy ismét lejátszódik. Ez igen gyakori élmény. Norma a fejét rázta. Most egyszerre, amikor megláttam őt azzal a késsel a kezében, olyan volt, mintha egy régi álmomat látnám. Mi értelme lett volna elmondani neki, hogy gyerekkorában azon az éjszakán kétségtelenül ébren volt és látta a szobájából az egész dolgot. És ezt az emléket elnyomta és eltorzította, úgyhogy végül képzelődésnek tartja. Nincs értelme, hogy igazsággal terheljem. Elég szomorúság vár rá anyámmal az eljövendő időkben. Boldogan levettem volna róla a terhet és a fájdalmat. De nincs értelme elkezdeni valamit, amit nem tudok befejezni. Az én életemnek is meg lesz a szenvedése. Nincs rá mód, hogy megakadályozzam a tudás homokjának lepergését agyam homokórájában. Most mennem kell, szóltam. Vigyázz magadra és ő rá. Megszorítottam a kezét. Kifelé menet Napóleon megugatott. Tűrtőztettem magam, amíg csak tudtam, de amikor az utcára értem, nem bírtam tovább. Nehéz ezt leírni, de az emberek megfordultak, és utánam néztek, mert amíg a kocsihoz mentem, sírtam, mint egy gyerek. Nem tehettem róla, és nem is törődtem vele. Közben nevetséges szavak doboltak a fejemben. Folyton ismétlődő, ritmikus zümmögésé erősödve. Három kis vakegér, nihogy fut, nihogy fut, a gazdasszony után futnak, konyha kissel a farkukat levágta, csupa vér, a három kis vakegér. Megpróbáltam kirekeszteni a fülemből, de nem tudtam. És amikor még egyszer megfordultam, hogy visszanézzek a házra és a verandára, megpillantottam egy fiú arcát, amint az ablak üveghez tapadva rám merett. 17. előmeneteli jelentés. Október 3. A lejtőn. Öngyilkossági gondolatok. Mindennek véget vetni most, amikor még ura vagyok tetteimnek, és tudatában vagyok a körülöttem lévő világnak. De akkor az ablaknál várakozó Charlie-ra gondolok. Az ő élete. Nem az enyém. Nem dobhatom el. Csak kölcsön vettem egy időre, és most visszakérik. Nem szabad elfelejtenem, hogy én vagyok az egyetlen ember, akivel ez valaha megtörtént. Továbbra is rögzítenem kell gondolataimat és érzéseimet mindaddig, amíg tudom. Ezek az előmeneteli jelentések Charlie Gordon adományai az emberiség számára. Ideges és ingerlékeny lettem. Nézeteltéréseim vannak a lakókkal, mert késő éjszakáig járatom a zenegépet. Sokszor csinálom ezt, amióta nem zongorázom. Nem helyes a gépet állandóan harsogtatni, de azért teszem, hogy ébren tartsam magam. Tudom, hogy aludnom kellene, de minden percet sajnálok, amíg nem vagyok ébren. Nem csupán a nyomasztó álmok miatt, hanem mert nem akarom elvesztegetni az értékes időt. Azt mondogatom magamnak, lesz időm aludni később, amikor sötét lesz. Az alattam lakó Mr. Werner azelőtt sose panaszkodott, de most mindig veri a csővezetéket vagy a szobája mennyezetét, úgyhogy hallom a dörömbölést a lábam alatt. Eleinte nem vettem tudomást róla, de az éjszaka feljött házi köpenyben. Veszekedtünk, és az orra előtt becsaptam az ajtót. Egy óra múlva visszajött egy rendőrrel, aki közölte velem, hogy nem gramofonozhatok ilyen hangosan hajnali 4 órakor. Werner arcán a mosoly annyira felbőszített, hogy alig bírtam tűrtőztetni magam, hogy meg ne üssem. Amikor elment, összetörtem az összes lemezt és a gépet. Úgy is csak önámítás volt. Nem is szeretem már igazán ezt a fajta zenét. Október 4. Az eddigi legfurcsább terápiás kezelés, felizgatta Strauss-t. Erre ő sem számított. Ami történt, nem merem emléknek nevezni. Pszichikus élmény vagy hallucináció volt. Meg sem kísérlem megmagyarázni vagy értelmezni, csupán lejegyzem. Ami történt.
Ingerlékeny voltam, amikor a rendelőjébe érkeztem, de ő úgy tett, mintha nem venné észre. Rögtön lefeküdtem a díványra, ő pedig szokása szerint leült, oldalt és egy kicsivel mögöttem, éppen csak, hogy ne lássam, és várta, hogy elkezdjem a szertartást, hogy kiöntsem az agyamban felgyülemlett mérgeket. Szemem sarkából hátra sandítottam rá. Fáradtnak és ernyetnek látszott, s valahogy Metre emlékeztetett, ahogy a borbészékben ülve vendégekre várt. Megemlítettem Straussnak ezt a képzett társítást, és ő bólintott és várt. – Vendégekre vár? – kérdeztem. – Át kellene alakítani ezt a dívány borbészékké. Akkor aztán, ha szabad asszociálást akar, kinyújtóztathatja a páciensét, ahogy a borbé teszi a vendéggel szappanozáskor, és amikor vége az 50 percnek, megint helyre billentheti a széket, és tükröt adhat neki, hogy láthassa, milyen a külseje, miután megborotválta az egóját. Nem szólt semmit, s habár szégyeltem magam, amiért gúnyolódom vele, mégsem tudtam abba hagyni. Aztán, amikor a páciens eljön kezelése, azt mondja, kérem, vegyen le egy kicsit ott fönt a szorongásaimból, vagy ne nyírja a szuperegómat, túl rövidre legyen szíves, vagy éppenséggel belép is így szól, mosást én nekem, úgy értem, énemnek. Aha, észrevette ezt a nyelvpotlást, doktor? Jegyezze meg, azt mondtam, egy mosást én nekem, ahelyett, hogy énemnek. Én nekem, énemnek. Közel van, ugye? Azt jelenti ez, hogy meg akarok tisztulni a bűneimtől. Újjászületés, újrakeresztelés, vagy csak egy hajszálon függ a megmenekülésünk. Lehet egy idiótának is ideája. Vártam valamilyen megnyilatkozást, de ő csak megmozdult a székében. Ébren van? Kérdeztem. Figyelek, Charlie. Csak figyel. Sohasem lesz dühös. Mit akarja, hogy dühös legyek magára? Sóhajtottam. Az egy kedvű Strauss, a rendíthetetlen. Mondok magának valamit. Torkig vagyok a kezelésekkel. Most már mi értelme van a terápiának? Éppen olyan jól tudja, mint én, hogy mi fog történni. De azt hiszem, nem akarja abba hagyni, mondta. Folytatni akarja, igaz? Ostobaság. Csak pazarlom az időmet és a magájét is. Feküdtem ott a félhomályban, és bámultam a mennyezet négyszög mintáit. A hangelnyelő csempéket, ezernyi apró lyukkal, amelyek felszívnak minden szót. Élve eltemetett hangok a kis lyukakban, a mennyezeten. Úgy éreztem, szédülök. Az agyam üres lett, és ez szokatlan volt, mert a terápiás kezelések alatt mindig rengeteg felszínre hozható és megtárgyalható anyagra bukkantam. Álmok, emlékek, képzett társítások, problémák. De most magányosnak és üresnek éreztem magam. Csupán az egykedvű Strauss lélegzetét hallottam. Furcsán érzem magam, szóltam. Beszélni akar róla? Ó, milyen kiváló! Milyen éles elmélyű! És egyáltalában mi az ördögöt csinálok itt, ahol az asszociációmat kis lyukak nyelik el a mennyezetben, és a nagy lyukak a kezelő orvosomban? Nem tudom, akarok-e beszélni róla, mondtam. Ma szokatlanul ellenséges vagyok magával szemben. És akkor elmondtam neki azt, amire gondoltam. Nem láttam, de tudtam, hogy bólogat. Nehéz megmagyarázni, mondtam. Olyan érzés, mint egyszer-kétszer azelőtt, közvetlenül mielőtt elájultam. Szédülés, minden éles, de a testem hideg és érzéketlen. Folytassa. Hangjában izgalom villant meg. És még mi? Nem érzem többé a testem. Érzéketlen vagyok. Az az érzésem, hogy Charlie itt van mellettem. A szemem nyitva, ebben biztos vagyok, nyitva van. Igen, tágra nyitva. És mégis,
kékes-fehér izzást látok a falakon, a mennyezeten csillogó golyóba gyűlik össze, ott lóg a levegőben fény, a szemembe fúródik, és az agyamba. A szobában minden ízik. Az az érzésem, hogy lebegek, vagy inkább kiterjedek fölfelé, és széltében nem nézek le, de mégis tudom, hogy a testem itt van a díványon. Hallucináció ez? Charlie? Jól érzi magát? Vagy olyasmi, amiről a misztikusok beszélnek? Hallom a hangját, de nem akarok felelni. Bosszant, hogy itt van. Nem szabad tudomást vennem róla. Passzívnak kell lennem, és engednem, hogy ez bármi legyen, és fénnyel töltsön el, és felszívjon magába. Mit lát, Charlie? Mi a baj? Fölfelé lebegek, mint a falevél a fölfelé áramló meleg levegőben. Kiterjedek, testem atomjai elszakadnak egymástól, könnyebb leszek, ritkább és nagyobb, nagyobb. Kirobbanok a napba. Terjedő világegyetem vagyok, fölfelé úszom egy csendes tengerben. Előbb kicsi vagyok, aztán körülzárom a testemmel a szobát, a házat, a várost, az országot. Mindaddig, amíg meg nem látom, ha lenézek, hogy az árnyékom eltakarja a földet. Fény és érzéstelenség, úszás és kiterjedés időn és téren át. És amikor tudom, hogy mindjárt áttöröm a létezés kérgét, mint a tengerből kiugró repülőhal, érzem a vonzást alulról. Ez bosszant. Le akarom rázni. A mindenséggel való egyesülés határán suttogást hallok, a tudat hegyláncainak gerincéről, és az az alig érezhető vonzás az alanti, véges és halandó világhoz köt. Lassan, ahogy a hullámok elülnek, táguló szellemen földi méretekre zsugorodik össze. Nem önként, mert jobban szeretném elveszíteni magam, de alulról visszahúz valami önmagamhoz, önmagamba, úgyhogy egyetlen pillanatra megint a díványon vagyok, és tudatom ujjait beleillesztem testem kesztyűjébe. És tudom, hogy megmozdíthatom ezt az ujjat, vagy hunyoríthatok azzal a szemmel, ha akarok, de nem akarok mozdulni, nem tudok mozdulni. Várok, és nyitva hagyom magam. Passzívan kitárulok ennek az élménynek, bármit is jelent. Charlie nem akarja, hogy áttörjem az értelem felső kárpitját. Charlie nem akarja tudni, mi rejlik mögötte. Fél, hogy meglátja az Istent, vagy hogy semmit se lát. Amint várakozva fekszem itt, elmúlik a pillanat, amelyben önmagam voltam önmagamban, és ismét elvesztem a testnek vagy az érzékelésnek minden érzetét. Charlie lefelé húz önmagába. Befelé bámulok. Nem látó szemem középpontjába, a vörös foltra, amely sok szirmú virággá változik. Csillogó, örvénylő, villódzó virággá, amely tudattalanom mélységes mélyében rejlik. Zsugorodom. Nem abban az értelemben, hogy testem atomjai összép szorulnak és jobban összetömörülnek, hanem egyesülnek, amint énem atomjai mikrokozmosszá olvadnak össze. Nagy lesz a hőség, és elviselhetetlen a fény. Pokol a pokolban, de nem nézek a fénybe, csak a virágra, amely visszaszorzódik és visszaosztódik, sokból egyé. És egy pillanatra a csillogó virág zsinóron pörgő aranykoronggá változik, aztán örvénylő, szivárványos buborékká, és végül megint a barlangban vagyok, ahol minden csendes és sötét. És úszom a nedves labirintusban, kutatok valaki után, aki rám vár, magához ölel, felszív önmagába, hogy elkezdődhessem. A mélységes mélyben ismét látom a fényt. Egy nyílást a barlangok legsötétebbikén. Most parányi és távoli, fordított távcsövön nézve ragyogó, vakító, csillogó és megint a sok szirmú virágot, örvénylő lótusz, amely a tudattalan bejáratának közelében lebeg. Annak a barlangnak a bejáratánál megtalálom a választ, ha lesz bátorságom visszamenni, és keresztül vergődni rajta a mögötte levő fény barlangjába. Még nem. Félek. Nem az élettől, vagy a haláltól, vagy a semmitől,
hanem hogy minden veszendőbe megy, mintha sohasem lettem volna. És ahogy elindulok a nyíláson át, érzem a szorítást magam körül, amely vad hullámzó mozgással hajt előre a barlang szája felé. Nagyon szűk, nem jutok át rajta, és hirtelen nekivág valami a falnak újra meg újra, és átkényszerít a nyíláson, ahol a fény szétpattanással fenyegeti a szemem. Ismét tudom, hogy a kérgen át betörök az áldott fénybe. Ezt már nem bírom elviselni. Ismeretlen fájdalom és hideg és émelgés és hatalmas zúgás a fejem fölött, mintha ezer szárny csapkodna. Kinyitom az éles fénytől elvakult szemem, levegő után kapok és reszketek, és visítok. Arra tértem magamhoz, hogy egy kéz kitartóan erősen ráz. Dr. Strauss volt. Hála Istennek, szólt, mikor a szemébe néztem. Aggódtam maga miatt. Megráztam a fejem. Jól vagyok. Azt hiszem, ennyi elég lesz mára. Fölálltam és megtántorodtam, de azután visszanyertem a távlatérzékemet. A szoba nagyon kicsinek tűnt. Nem csak mára, mondtam. Nem hiszem, hogy szükségem lenne további kezelésre. Nem akarok többet látni. Izgatott volt, de nem próbálkozott eltéríteni szándékomtól. Vettem a kalapomat, kabátomat, és távoztam. És most Platón szavai gúnyolnak az árnyékban, a polcon, a lángok mögött. A barlangi ember azt mondaná róla, hogy fölment, és lejött a szeme nélkül. Október 5. Nehéz leülni és legépelni ezt a jelentést. De ha a magnetofon jár, nem tudok gondolkozni. A nap nagy részében egyre halogatom, de tudom, milyen fontos. Meg kell tehát csinálnom. Azt mondtam magamnak, addig nincs vacsora, amíg le nem ülsz és nem isz valamit. Akármit. Némor professzor ma reggel megint hívatott. Szüksége van rám a laborban néhány olyan vizsgálat céljából, amilyeneket azelőtt is csináltak velem. Először arra gondoltam, hogy ez már csak azért is jogos, hiszen még mindig fizetést kapok, és egyébként is fontos, hogy a jelentést teljesét tegyék, de amikor bementem a Beekmanbe és börttel végig csináltam az egészet, rájöttem, hogy ez már sok nekem. Az első a papír és ceruza útvesztő volt. Emlékeztem rá, hogy volt az előtt, amikor megtanultam gyorsan csinálni, és amikor Algernonnal versenyeztem. Megállapítottam, hogy most sokkal tovább tartott a megoldás. Bört a papírért nyúlt, de én nem adtam oda, hanem összetéptem, és a darabokat a papírkosárba dobtam. Nem. Elég az útvesztőből. Zsákutcában vagyok, és kész. Félt, hogy elrohanok, tehát megnyugtatott. Jól van, Charlie, ne vegye a szívére. Hogy érti azt, hogy ne vegyem a szívemre? Nem is tudja, hogy mit érzek. Nem, de el tudom képzelni. Mindnyájan elég elkeseredettek vagyunk emiatt. Tartsák meg a részvétüket. És hagyjanak engem békén. Szavarban volt, s akkor ráeszméltem, hogy nem az ő hibája. És én pocsékul viselkedtem vele. Sajnálom, hogy elfutott a méreg, szóltam. Hogy mennek a dolgok? Befejezte már a disszertációját? Bólintott. Most gépeltem le. Februárban kapom meg a filozófiai doktori diplomámat. De rég dolog. Vállára csaptam, hogy megmutassam, nem haragszom rá. Csak szorgalmasan. A tudás hatalom. Nézze, felejtse el, amit az előbb mondtam. Minden egyebet megteszek, amit akar, csak több útvesztőt ne. Ennyi az egész. Hát, Némúr egy rossak tesztet akar. Hogy lássa, mi történik oda lenne a mélyben. Mire számít? Valószínűleg izgatottnak látszottam, mert Bört visszakozott. Nem kötelező, maga önként van itt, ha nem akarja. Dehogy is nem. Kezdjük. Hozza ki a kártyákat, de ne mondja meg, amire rájön. Nem is kellett, hogy megmondja. Eleget tudtam a Rorschachról ahhoz, hogy tudjam, nem az számít, amit az ember a lapokban lát, hanem ahogyan reagál rájuk, mint egészre vagy részekre.
Mozgó vagy csak mozdulatlan figurákra, különös figyelemmel a színes foltokra, vagy ügyesen vetve rájuk egy csomó ötlettel, vagy csak néhány sablonos válasszal. Nem érvényes, szóltam. Tudom, hogy mit keres. Tudom, hogy miféle válaszokat vár tőlem, hogy határozott képet alkosson az agyam állapotáról. Mindössze annyit kell tennem, várakozón nézett föl rám. Mindössze annyit kell tennem, de ekkor úgy vágott belém, mint ökölcsapás a halántékomra, hogy nem emlékszem arra, mit kell tennem. Mintha az egészet tisztán láttam volna agyam tábláján, de amikor odafordultam, hogy elolvastam, egy részét már letörölték, és a maradék értelmetlen volt. Először nem akartam elhinni. Rémületemben olyan gyorsan mentem végig a kártyákon, hogy elfulladtam a szavaimtól. Szét akartam tépni a tintafoltokat, hogy fölfedjék magukat. Ezekben a tintafoltokban valahol ott vannak azok a válaszok, amelyeket kis idővel ezelőtt még tudtam. Voltak éppen nem is a tintafoltokban, hanem agyamnak abban a részében, amely alakot és értelmet ad nekik, és az én sajátságaimat vetíti rájuk. És nem tudtam megtenni. Nem emlékeztem rá, mit kell mondanom. Minden üres. Ez egy asszony, mondtam. Térdelve mossa a padlót, vagyis nem. Egy férfi, kést tart. És ahogy kimondtam, már tudtam, hogy mit mondok, és átkapcsoltam, és más irányba indultam. Két alak húz valamit, mint egy baba, és mindegyik húzza, úgy tűnik, hogy mindjárt széttépik, és nem szóval. Két arc bámul egymásra az ablakon át, és lesöpörtem a kártyákat az asztalról, és fölálltam. Nincs több vizsgálat. Elegem volt a vizsgálatokból. Jól van, Charlie, abba hagyjuk mára. Nem csak mára. Nem jövök ide többet. Ha maradt még bennem valami, amire szükségük van, megtalálhatják az előmeneteli jelentésekben. Végeztem az útvesztőkkel. Nem vagyok már kísérleti nyúl. Eleget csináltam, azt akarom, hogy most már hagyjanak békén. Rendben van, Charlie. Értem. Nem érti, mert nem magával történik, és senki sem értheti meg, csak én nem hibáztatom magát. El kell végeznie a munkáját, és meg kell szereznie a doktori diplomát, és igen, ne is mondja, tudom, hogy maga nagyrészt emberszeretetből csinálja ezt, de mind a mellett élnie kell a saját életét, és mi ketten nem állunk azonos szinten. Fölfelé menet, elhagytam a maga emeletét, és elhagyom most is útban lefelé, és nem hiszem, hogy még egyszer beszállok abba a liftbe. Búcsúzzunk hát el egymástól itt és most. Nem gondolja, hogy beszélnie kellene, doktor? Adja át üdvözletemet, mindenkinek legyen szíves. Egyikükkel sincs kedvem többet találkozni. Mielőtt bármit mondhatott, vagy megállapíthatott volna, kint voltam a laborból, beszálltam a liftbe lefelé, és kiléptem a Pikmenből utoljára. Október 7. Ma reggel Strauss újra keresett, de nem nyitottam ajtót. Azt akarom, hogy most már hagyjanak békén. Különös érzés fölvenni egy könyvet, amelyet alig néhány hónappal ezelőtt olvasott és élvezett az ember, és fölfedezni, hogy nem emlékszik rá. Milyen csodálatosnak tartottam Miltont. Most, amikor a kezembe vettem az elveszett paradicsomot, csak arra emlékeztem, hogy Ádámról és Éváról, meg a tudás fájáról szól, de már semmit sem értettem belőle. Fölálltam és behunytam a szemem, és láttam Charlie-t. Magamat 6-7 éves korában, amint az ebédlő asztalnál ül egy tankönyvvel, olvasni tanul, a szavakat ismételgeti anyámmal, aki mellettem ül. Próbáld újra! Nézd, Jacket, nézd, Jack fut, nézd, Jacket, nézd! Nem nézd, Jacket, nézd! Itt az van, fuss, Jack, fuss! Sikálástól kimart ujjával oda mutat. Nézd, Jacket, nézd, Jack, fut, fuss, Jack, nézd! Nem igyekszel, csináld újra! Hagyd békén a fiút, megijesztetted. Meg kell tanulnia, nagyon lusta, nem figyel. Fuss, Jack, fuss, fuss, Jack, fuss, fuss, Jack.
csak fuss. Lassúbb, mint a többi gyerek, majd idővel. Normális, nincs semmi baja, csak lusta. Beleverem, amíg meg nem tanulja. Fuss, Jack. Fuss, Jack. Fuss, Jack. Fuss, Jack. Fuss, fuss, Jack. Fuss, fuss, Jack. Fuss. És ekkor, ahogy fölnézek az asztalról, úgy látom magam a Charlie szemével. Az elveszett paradicsomot tartom, és rájövök, hogy két kézre fogva el akarom tépni a táblát, mintha ketté akarnám szakítani a könyvet. Eltéptem a könyvet. Kiszakítottam egy maréknyi lapot, és odahajítottam a könyvvel együtt a szoba sarkába a törött lemezek közé. Ott hevert és tépett fehér nyelveit nevetve rám öltögette, mert nem tudtam megérteni azt, amit mond. Meg kell próbálnom megtartani valamit abból, amit tanultam. Kérlek, Isten, ne védj el mindent. Október 10. Éjszaka rendszerint kimegyek sétálni, bolyongok a városban. Nem tudom miért, hogy arcokat lássak, azt hiszem. Az éjjel nem jutott eszembe, hol lakom. Egy rendőr hozott haza. Az a különös érzésem van, hogy régebben már mindez megtörtént velem. Hosszú idővel ezelőtt. Nem szívesen írom le, de állandóan emlékeztetem magam arra, hogy én vagyok az egyetlen a világon, aki le tudja írni, mi történik, ha így fordul a dolog. Járás helyett lebegek a térben, semmi sem tiszta és éles, minden szürke köd borít. Tudom, hogy mi történik velem, de semmit sem tehetek ellene. Sétálok, vagy csak állok a járdán, és nézem a járókelőket. Van, aki rám néz, és van, aki nem. De senki sem szól hozzám, csak egyik éjszaka lépett hozzám egy ember, és megkérdezte, nem akarok-e egy nőt. Elvitt valahova. $10 kért előre, s én odaadtam neki, de többé nem jött vissza. És akkor eszembe jutott, milyen bolond vagyok. Október 11. Amikor ma reggel hazamentem, Alice-t találtam ott. A díványon aludt. A lakás ki volt takarítva, és először azt hittem, hogy eltévesztettem az ajtót, de aztán láttam, hogy nem nyúlt a szoba sarkában heverő törött lemezekhez, sem az összetépett könyvekhez és kottákhoz. A padló nyikorgott, Alice fölébredt és rám nézett. Hello, mondta mosolyogva. Maga éjjeli bagoly. Nem bagoly, inkább egy dodógalamb, egy ütődött dodógalamb. Hogy jutott be? A tűzlépcsőn, fél lakásából. Felhívtam, hogy megtudjak magáról valamit, és ő azt mondta, hogy aggódik, azt mondta, maga furcsán viselkedik, és botrányokat okoz. Úgy döntöttem tehát, itt az ideje, hogy jelentkezzem. Egy kis rendet csináltam. Remélem, nem haragszik érte. De haragszom, nagyon is. Nem óhajtom, hogy bárki ide jöjjön sajnálkozni. A tükörhöz lépett, hogy megfésülködjön. Nem azért vagyok itt, mert magát sajnálom. Azért jöttem, mert magamat sajnálom. Mit jelentsen ez? Semmit, mondta és vállat vont. Egyszerűen csak van, mint egy vers. Látni akartam. Baj van az állatkerttel? Ó, Charlie, hagyja a mellébeszélést. Eleget vártam, hogy eljöjjön, értem. Elhatároztam, hogy én jövök magához. Miért? Mert még van idő, és azt magával akarom tölteni. Ez is egy vers. Charlie, ne gúnyolódjon. Nem gúnyolódom, de nem engedhetem meg magamnak, hogy az időmet bármivel töltsem. Csak annyi van hátra, amennyi magamnak. Elég. Nem tudom elhinni, hogy egészen egyedül akar lenni. Pedig úgy van. Volt valami közünk egymáshoz, mielőtt elváltak az útjaink. Volt közös témánk, és volt közös tennivalónk. Nem tartott nagyon sokáig, de mégiscsak volt valami. Nézze, tudtuk, hogy ez bekövetkezhet, nem volt titok. Én nem mentem el, Charlie. Csak vártam. Maga most körülbelül az én szintemen van, igaz? Körbe-körbe rohangáltam a lakásban, de ez őrültség.
Nincs mit várni, magamnak sem merem megengedni, hogy előre gondoljak, csak visszafelé, néhány hónap, hét nap múlva ki az ördög tudja, visszamegyek a várembe, oda nem jöhet utánam. Nem, ismerte el. És valószínűleg meg sem látogatom ott, ha egyszer a várremben lesz, mindent megteszek, hogy elfelejtsem magát. Nem is fogom színlelni az ellenkezőjét, de amíg el nem megy, nincs értelme, hogy bármelyikünk egyedül legyen. Mielőtt szólhattam volna, megcsókolt. Mellettem ült a díványon. Fejét a mellemen nyugtatta, és én vártam, de a pánik nem jött. Alice nő volt, de Charlie talán most megérti, hogy Alice nem az anyja és nem a húga. A tudás megkönnyebbülésével átestem a krízisen. Fellélegeztem, mert nem volt semmi, ami visszatartson. Most nem kell alakoskodni, mert ez így soha senki mással nem lehetséges. Minden akadály leomlott. Legombolítottam a fonalat, amelyet ő adott, és megtaláltam a labirintusból kivezető utat oda, ahol ő várt. Több volt ez, mint testi szerelem. Nem áltatom magamat azzal, hogy értem a szerelem misztériumát, de ezúttal több volt ez, mint érzékiség. Több, mint egy asszonyi test élvezése. Felemelkedtem a földről, túl a félelmen és kínlódáson. Része lettem valami önmagamnál nagyobbnak. Felemelkedtem saját agyam sötét zárkájából, hogy részévé legyek valami másnak. Pontosan úgy, ahogy ezt akkor ott a díványon, a kezelés alatt már átéltem. Első lépés volt ez a mindenségbe. Túl a mindensége. Mert ebben is ezzel egyesültünk, hogy újra teremtsük és örökké valóvá tegyük az emberi szellemet. Duzzadás és robbanás kifelé, összehúzódás és átalakulás befelé. A lét ritmusa volt. A lélegzésé, a szívdobogásé, a nappali és az éjszakáé. A testünk ritmusa visszhangot keltett agyamban. Úgy volt, mint akkor, ott, abban a különös vízióban. A szürke köt felemelkedett agyamról, és elmémbe fény hasított. Milyen furcsa, hogy a fény vakít. És testemet a tér hatalmas tengere magába fogadta, és alámerítette egy különös keresztségben. Testem remegett az adás vágyától, és az ő teste remegett az elfogadás vágyától. Így szerettük egymást, amíg az éjszaka csendes nappallá változott. És ahogy ott feküdtem vele, tudtam, milyen fontos a testi szerelem. Milyen fontos, hogy egymás karjában fekszünk, adunk és elfogadunk. A mindenség szétrobbant. Minden parányi részecskéje elvált egymástól, kilódított bennünket a sötét és elhagyatott térbe, örökre elszakítva bennünket egymástól, gyermeket az anyaméktől, barátot a baráttól, egymástól eltávolodva, mindegyikünk a maga útján, a társtalan halál céldoboza felé. De ez az ellensúly volt, a kötés és megtartás aktusa. Mint amikor az emberek erősen fogják egymás kezét, hogy a vihar le ne sodorja őket a fedélzetről, hogy ne engedjék magukat elszakítani egymástól, akképpen kovácsolt testünk egy lánc szemet az emberi láncba, amely megakadályozza, hogy elsodródjunk a semmibe. És az elalvás előtti pillanatban eszembe jutott, hogy is volt ez Féj és köztem? És mosolyogtam. Nem meglepő, hogy könnyűnek éreztem? Csak testi kapcsolat volt. Alice-szal misztérium. Fölé hajoltam, és megcsókoltam a szemét. Alice most mindent tud rólam, és tudomásul veszi a tényt, hogy csak rövid ideig maradhatunk együtt. Beleegyezett, hogy elmegy, amikor elküldöm. Fájdalmas erre gondolni, de ami nekünk jutott, úgy képzelem, több, mint amit más egész életében kapott. Október 14. Fölébredek, és nem tudom, hol vagyok, és mit keresek itt. És akkor megpillantom Alice-t magam mellett, és már emlékszem. Megérzi, ha valami történik velem, és csendesen járkál a lakásban, reggelit készít, kitakarít, vagy elmegy, és magamra hagy, és nem kérdez semmit.
Ma este elmentünk egy hangversenyre, de unatkoztam, és ott hagytuk a közepén. Úgy látszik, már nem nagyon tudok odafigyelni. Azért mentem el, mert emlékeztem, hogy régebben szerettem Stravinskyt, de valahogy most már nem volt türelmem hozzá. Hogy Alice velem van, abban egyedül az a rossz, hogy most úgy érzem, küzdenem kell ez ellen. Szeretném megállítani az időt, befagyasztani magam ezen a szinten, és el nem engedni őt. Soha többé. Október 17. Miért nem tudok emlékezni? Meg kell próbálnom ellenállni ennek az ernyedtségnek. Alice azt mondja, napokig fekszem az ágyban, és láthatólag nem tudom, ki vagyok és hol vagyok. Aztán minden visszatér, és megismerem őt, és eszembe jut, hogy mi történik. Visszatérő emlékezet kihagyás. A második gyermekkor tünetei, hogy is nevezik? Szeniditás? Látom, ahogy közeledik. Az egész olyan kegyetlenül logikus. Az agyi folyamatok felgyorsításának eredménye. Olyan sokat tanultam, olyan gyorsan, és elmém most rohamosan hanyatlik, és ha nem engedném, és ha küzdenék ellene, a várembeliekre kell gondolnom, a bamba mosolyokra, a kifejezéstelen arcokra, és arra, hogy mindenki kineveti őket, a kis Charlie Gordon bámul rám az ablakon keresztül, és vár. Istenem, csak ezt ne. Október 18. Elfelejtem a nemrégiben tanult dolgokat. Úgy látszik, ez is klasszikus mintára történik, a legkésőbb megtanult dolgok felejtődnek el legelőbb. De csak ugyanez a minta. Jobb lesz, ha újra utána nézek. Ismét átolvastam az Algernon Gordon effektusról írt dolgozatomat, s noha tudom, hogy én írtam egyre, úgy érzem, hogy más valaki írta. A legnagyobb részét meg sem értem. De miért vagyok ilyen ingerlékeny? Pedig Alice olyan jó hozzám. Rendesen és tisztán tartja a lakást, mindig helyére rakja a dolgaimat, elmossa az edényt és padlót súrol. Nem kellett volna, hogy rákiabálnom ma reggel, mert sírva fakadt, és ezt igazán nem akartam. De hát miért kellett összeszednie a törölt lemezeket, a kottát és a könyvet, és mindent rendesen dobozba rakni? Ez feltűhített. Nem akarom, hogy bárki hozzányúljon ezekhez a dolgokhoz. Látni akarom, ahogy fölhalmozódnak. Azt akarom, hogy emlékeztessenek arra, amit magam mögött hagyok. Fölrúgtam a dobozt, és szétszórtam a tartalmát a padlón, és megmondtam neki, hogy csak hagyjon mindent ott, ahol van. Ostobaság. Semmi értelme. Azt hiszem, azért haragudtam, mert tudtam, hogy butaságnak tartja megőrizni ezeket a holmikat, de nem mondja meg, hogy butaságnak tartja. Egyszerűen úgy tesz, mintha ez tökéletesen normális dolog volna. Kedvemben akar járni. És amikor megláttam azt a dobozt, eszembe jutott az a fiú a váremben, meg az a vacak lámpa, amit csinált, és az, ahogy minnyájjal besaptuk őt, amikor úgy tettünk, mintha valami csodálatosat csinált volna, pedig nem is volt igaz. Ezt teszi Alice is velem, és ezt nem állhatom. Amikor bement a hálószobába és sírt, pocsékul éreztem magam miatta, és megmondtam neki, hogy én vagyok a hibás mindenben, nem érdemlem meg, hogy olyan jó legyen hozzám. Miért nem tudok uralkodni magamon, csak annyira, hogy tovább szeressem őt? Csak annyira! Október 19. A tevékenységi motiváció gyengül. Folyvást botladozom, és mindent elejtek. Először azt hittem, nem én vagyok az oka. Azt gondoltam, Alice változtatja meg a dolgokat körülöttem. A papírkosár útban volt, és a székek is, és azt gondoltam, hogy ő állította máshova őket. Most már tudom, hogy a koordinációm rossz. Lassan kell mozognom, hogy rendesen csináljak mindent, és egyre nehezebb a gépírás. Miért okolom állandóan Alice-t? És ő miért hagyja? Ez annál inkább bosszant, mert látom a szánakozást az arcán. Már csak a tévé az egyetlen örömöm. A nap legnagyobb részét azzal töltöm, hogy nézem a vetélkedőket, a régi filmeket, a reklámjeleneteket, sőt a gyerekműsorokat és rajzfilmeket is. De még akkor sem tudom elzárni. Késő este jönnek még a régi filmek, a rémtörténetek, az esti adás, az éjszakai adás és az a
kis búcsú ceremónia, mielőtt az állomás éjszakára kikapcsol, csillagos lobogó a lengő zászlóval a háttérben, és legvégül az adóállomás monoszkópja, amely a kis négyszögletes ablakon át rám néz, soha le nem csukódó szemével. Miért nézem az életet mindig ablakon át? És amikor mindez véget ér, undorodom magamtól, mert olyan kevés időm marad az olvasásra és írásra és gondolkozásra, és mert több eszem lehetne, mint hogy az agyamat mérgezzem ezzel a haszontalansággal, ami a bennem élő gyereknek szól. Különösen, mivel ezt az agyat a bennem élő gyerek visszaköveteli magának. Mindezt jól tudom. De amikor Alice figyelmeztet, hogy nem kellene elpocsékolnom az időmet, mérges leszek és rámordulok, hogy hagyjon békén. Azt hiszem, azért nézem a tévét, mert fontos, hogy ne gondolkozzam, és ne emlékezzem a pékségre, anyámra és apámra és Normára. Nem akarok többé a múltra emlékezni. Borzasztó megrázkódtatás ért ma. Kezembe vettem Krüger über Psychische Ganzheit című cikkének egy példányát, amelyet kutatásom során használtam. Kíváncsi voltam, segítem megértenem a saját dolgozatomat és azt, amiről abban szó van. Először azt hittem, valami baj van a szememmel, aztán rájöttem, hogy már nem értek németül. Próbát tettem a többi nyelvvel is, mindent elfelejtettem. Október 21. Alice elment. Nézzük csak, emlékszem-e. Úgy kezdődött, hogy azt mondta, nem élhetünk itt tovább. Elszaggatott könyvekkel és papírokkal és lemezekkel szana szét a padlón, és ilyen fölfordult lakásban. Ne nyújj semmihez! Figyelmeztettem. Miért akarsz így élni? Minden ott legyen, ahová tettem. Legyen minden a szemem előtt. Nem tudod, milyen az, amikor valami történik az emberben, amit nem lát, és ami fölött nincs hatalma, és tudja, hogy minden kicsúszik a keze közül. Igazad van. Sohasem mondtam, hogy megértem azt, ami benned történik. Sem akkor, amikor számomra túlságosan intelligens voltál, sem most. De egyet mondhatok. A műtét előtt nem voltál ilyen. Nem fetrengtél a saját mocskodban és az önszánalomban? Nem szennyezted be az életedet azzal, hogy éjjel-nappal a tévé előtt ülsz? Nem vicsorogtál az emberekre, és nem martál beléjük? Volt benned valami, ami tiszteletet keltett bennük, irántad? Igen. Még akkor is, amikor olyan voltál, amilyen. Volt benned valami, amit ezelőtt sohasem láttam csökkent értelmű emberben. Nem bántam meg a kísérletet. Én sem, de elvesztettél valamit, ami azelőtt megvolt benned. Volt egy mosolyod. Egy bamba, üres mosoly. Nem, meleg, igazi mosoly volt, mert azt akartad, hogy szeressenek az emberek. Ők pedig bolondot csináltak belőlem, és kinevettek. Igen, és te nem tudtad, miért nevetnek, és azt érezted, hogy ha nevetnek rajtad, akkor szeretni is fognak. És akartad is, hogy szeressenek. Úgy viselkedtél, mint egy gyerek, és még ki is nevetted magad, velük együtt. E pillanatban semmi kedvem nevetni magamon, ha nincs kifogásod ellene. Megpróbálta a sírást visszafojtani. Azt hiszem, akartam, hogy sírjon. Talán azért volt olyan fontos nekem a tanulás. Azt gondoltam, hogy ezzel megszerettettem magam az emberekkel. Azt gondoltam, lesznek barátaim, ezen aztán lehet nevetni. Igaz? Van annál több is, mint magas IH-val rendelkezni. Ez feldühített. Valószínűleg azért, mert tulajdonképpen nem értettem, hova akar kiukadni. Egyre inkább köntörfalazott, és nem mondta ki, amit gondolt, csak célozgatott. Kerülgette a dolgokat, és azt várta, hogy találjam ki, mire gondol, és én figyeltem, és úgy tettem, mintha érteném, de titokban attól féltem, észreveszi, hogy egyáltalán nem értem a lényeget. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elmenj. Elvörösödött. Még nem, Charlie. Még nincs itt az ideje. Ne küldj el. Megnehezíted nekem a dolgot.
Folyton úgy teszel, mintha meg tudnék csinálni és érteni mindenfélét, ami most már magas nekem. Hajszolsz. Éppen úgy, mint az anyám. Nem igaz. Minden mozdulatod erre val. Ahogy felszedegetsz mindent és takarítasz utánam, ahogy széthagyod a könyveket, mert azt hiszed, majd újra kedvet kapok az olvasásra, hogy a hírekről beszélsz nekem, gondolkozásra késztes. Azt mondod, ez nem számít. Pedig akármit csinálsz, minden elárulja, hogy nagyon is számít. Az örök tanítónő. Nem akarok hangversenyekre, meg múzeumokba, meg külföldi filmekbe járni. Nem akarok semmi olyat csinálni, ami arra kényszerít, hogy gondolkozzak az életről, vagy magamról. Charlie, hagyj békén, nem vagyok önmagam, szétesem is, nem akarom, hogy végignézd. Erre sírva fakadt. Délután összecsomagolt, és elment. A lakás most csendes és üres. Október 25. Rohamos a hanyatlás. Föladtam a gépírást. A koordináció már nagyon rossz. Mostantól kezdve kézzel írom a jelentéseket. Sokat gondolkoztam azon, amit Alice mondott, és akkor rádöbbentem, hogy meg tudok tartani valamennyit az intelligenciámból, ha tovább olvasok és tanulok, még akkor is, ha közben elfelejtem a régi dolgokat. Egy lefelé haladó mozgó lépcsőn vagyok most. Ha mozdulatlan maradok, lesüllyedek a mélybe, ha elkezdek fölfelé szaladni, talán megmaradhatok. Ugyanezen a helyen. A fontos csak az, egyre fölfelé haladni, bármi történjék. Elmentem a könyvtárba, és kihoztam egy csomó könyvet. Rengeteget olvasok mostanában. A legtöbb könyv nehéz nekem, de nem törődöm vele. Amíg folytatom az olvasást, addig új dolgokat tanulok, és nem felejtek el olvasni. Ez a legfontosabb dolog. Ha folytatom az olvasást, talán tarthatom magam. Dr. Strauss megjelent az Alice távozása utáni napon, úgy sejtem tehát, hogy Alice beszélt neki rólam. Úgy tett, mintha csak az előmeneteli jelentésekért jönne, de megmondtam neki, hogy majd elküldöm őket. Nem akarom, hogy ide járkáljon. Megmondtam neki, hogy nem kell miattam aggódni, mert ha majd úgy gondolom, hogy nem tudok már gondoskodni magamról, akkor vonatra ülök és elmegyek Várámbe. Megmondtam neki, hogy szívesebben megyek egyedül, ha eljön az idő. Próbáltam féllyel beszélni, de láttam, hogy fél tőlem. Úgy sejtem, azt gondolja, hogy megbolondultam. Az éjjel valakivel együtt jött haza. A férfi nagyon fiatalnak látszott. Ma reggel a háziasszonyom, Mrs. Mooney feljött egy tál forró csirkebecsináltal és sült csirkével. Azt mondta, eszébe jutott, hogy benéz hozzám, hogy lássa, jól vagyok-e. Mondtam neki, hogy van egy csomó ennivalom, de ő minden esetre itt hagyta az ételt, ami jó volt. Úgy tett, mintha magától jutott volna eszébe, de ilyen buta még nem vagyok. Bizonyára Alice vagy Strauss szólt neki, hogy nézzen be hozzám, és győződjön meg arról, hogy jól vagyok-e. Jó, ez rendben van, Mrs. Mooney, kedves öreg hölgy. Ír, kiejtéssel beszél, és szívesen mesél a ház lakóiról. Amikor a piszkot látta a padlón, nem tett rá megjegyzést. Azt hiszem, rendes nő. November 1-e. Egy hét után csak most merek újraírni. Úgy szalad az idő. Már ma vasárnap van, tudom, mert látom az ablakon keresztül, hogy az emberek a szemközti templomba mennek. Azt hiszem, egész éjjel ágyba feküdtem, de emlékszem, hogy Mrs. Mooney egy párszor ennivalót hozott, és megkérdezte, nem vagyok-e beteg, mit kezdjek magammal? Nem lehet, hogy csak lógok itt egyes egyedül, és kinézek az ablakon. Össze kell szedni magamat. Folyton mondogatom magamban, hogy tennem kell valamit, de aztán elfelejtem, hogy... Vagy csak talán könnyebb nem megtenni azt, amiről azt mondtam, hogy meg fogom tenni. Még vannak nálam könyvek a könyvtárból, de egy csomó közülük nagyon nehéz nekem. Detektív regényeket olvasok mostanában, meg könyveket a régi idők királyairól, meg királynőiről. Olvastam egy könyvet egy emberről, aki lovagnak képzelte magát, és útra kelt egy öreg lovon a barátjával, de
Akármit csinált, mindig az volt a vége, hogy megverték és fájdalmat okoztak neki, mint amikor azt gondolta, hogy a szélmalmok sárkányok. Először úgy gondoltam, hogy ez egy buta könyv, mert nem volt őrült. Láthatta, hogy a szélmalmok nem sárkányok, és varázslók, meg elvarázsolt kastélyok, meg ilyenek nincsenek. De akkor eszembe jutott, hogy ez az egész valami mást akar jelenteni, amiről a történet nem beszél, csak céloz rá, mint ahogy még másabb dolgokat is akar jelenteni. De nem tudom mit. Ezért nagyon haragszom, mert régebben tudtam. De folytatom az olvasást, és új dolgokat tanulok minden nap, és tudom, hogy ez segíteni fog rajtam. Tudom, hogy ezelőtt is kellett volna előmeneteli jelentéseket írnom, hogy tudják, mi történik velem. De az írás nehezebb, még az egyszerű szavakat is. Meg kell most már néznem a szótárba, és ezért haragszom magamra. November 2. Elfelejtettem a tegnapi jelentésbe írni a nőről, abban a házban, szembe a kis utcába egy emelettel lejjebb. A múlt héten a konyhaablakon keresztül láttam meg. Nem tudom a nevét, vagy akár azt, hogy a legfelső része hogy néz ki, de minden este 11 óra tájba bemegy a fürdőszobájába fürödni. Sose húzza le a rolót, és ha eloltom a villanyt, az ablakomból látom őt nyaktól lefelé, amikor kijön a kádból, hogy megtörölközön. Ez fölizgat, de amikor a hölgy eloltja a lámpát, becsapottnak és elhagyottnak érzem magam. Szeretném látni néha, hogy néz ki. Szép-e vagy milyen? Tudom, hogy nem rendes dolog egy nőt meglesni, amikor így van, de nem tehetek róla. Tehát mit számít neki, ha úgyse tudja, hogy meglesem? Most már mindegy. Most mindjárt 11 óra. Ilyenkor fürdik. Megyek és megnézem. November 5-e. Mrs. Mooney nagyon aggódik miattam. Azt mondja, hogy ahogy egész nap fekszem, és nem csinálok semmit, az emlékezteti a fiára, még mielőtt kidobta a házból. Azt mondta, nem szereti a nap lopokat. Ha beteg vagyok, az más. Nap lopó vagyok, az megint más, és akkor nincs rám szüksége. Megmondtam neki, azt hiszem, beteg vagyok. Minden nap próbálok egy kicsit olvasni, főleg történeteket, de néha ugyanazt újra és újra el kell olvasnom, mert nem tudom, mi az értelme, és nehéz írni. Tudom, hogy meg kellene nézni minden szót a szótárba, de mindig olyan fáradt vagyok. Akkor jött az az ötletem, hogy csak a könnyű szavakat fogom használni a hosszú és nehéz szavak helyett. Ezzel időt takarítok meg. Már elég hideg van odakint, de még mindig viszek virágot Algernon sírjára. Mrs. Mooney azt mondja, azt gondolja, butaság, hogy virágot teszek egy egér sírjára, de megmondtam neki, hogy Algernon különleges egér volt. Átmentem Fate meglátogatni a szemközti lakásba, de azt mondta, hogy menjek el, és ne is jöjjek vissza. Új zárat tett az ajtajára. November 9-e. Megint vasárnap nincs semmi, amit csinálhatnék, hogy elfoglaljam magamat, mert a tévé elromolt, és mindig elfelejtem megcsináltatni. Azt hiszem, elvesztettem az elhavi csekemet a főiskolától, nem emlékszem. Szörnyű fejfájásaim vannak, és az aszpirin nem sokat segít. Mrs. Mooney már elhiszi, hogy igazán beteg vagyok, és nagyon sajnál engemet. Ő nagyon rendes, ha beteg valaki, már annyira hideg van kint, hogy két kötött kabátot kell hordanom. A hölgy szembe az utcában most már lehúzza a rolót az ablakon, úgyhogy már nem tudom meglesni őtet. Rohadt pehem van. November 10. Mrs. Mooney egy idegen doktort hívott hozzám, attól félt, hogy meghalok. Mondtam a doktornak, hogy nem vagyok olyan nagyon beteg, és hogy csak elfelejtek néha ezt-azt.
Megkérdezte, vannak-e barátaim vagy rokonaim, és azt mondtam, senkim sincs. Mondtam neki, hogy volt egy barátom, Algernonnak hívták egyszer, de ő is egy egér volt, és mindig versenyeztünk egymással. Furcsán nézett rám, mert ha azt gondolná, hogy bolond vagyok. Mosolygott, amikor megmondtam, hogy régebben lángész voltam, úgy beszélt velem, mintha kisgyerek volnék, és intett a szemével Mrs. Mooney-nak. Dübe jöttem meg, gúny tűzött belőlem, és nevetett rajtam, és kikergettem, és bezártam az ajtót. Azt hiszem, tudom már, miért van ilyen pehem, mert elvesztettem a nyulábamat és a lopatkomat. Kilétenem kell hamar egy másik nyulábat. November 11. Dr. Strauss odajött az ajtomhoz, ma és Alice is, de nem engedtem be őket. Megmondtam nekik, nem akarok senki látogatót, azt mondtam, hogy hagyjanak békén. Később följött Mrs. Mooney ennivalóval, és elmondta, hogy ők kifizették a lakbért, és hagytak nála pénzt meg ennivalót, hogy vásároljon, és mindent, amire szükségem van. Megmondtam neki, hogy nem akarom az ő pénzüket használni többet. Ő azt mondta, a pénz az pénz, és valakinek fizetni kell, különben ki kell raknom magát. Akkor azt mondta, miért nem keresek valami állást ahelyett, hogy csak logok itt. Nem tudok semmilyen munkát, csak azt, amit a pékműhelybe csináltam. Nem akarok oda visszamenni, mert ők mind ismertek engem, amikor okos voltam, és talán kinevetnének. De nem tudom, mi más csinálhatnék, hogy pénzt szerezzek. És mindenért magam akarok fizetni. Erős vagyok, és tudok dolgozni. Ha majd nem tudok magamról gondoskodni, elmegyek a várembe. Nem fogadok el könyöradományt senkitől se. November 15. Belenéztem néhány régi előmeneteli jelentésembe is. Nagyon furcsa. Nem tudom elolvasni, amit írtam. Több olyan szó van, amit el tudok olvasni, de nincs értelmük. Azt hiszem, én írtam őket, de már nem olyan jól emlékszem. Nagyon hamar elfáradok, ha azokat a könyveket próbálom olvasni, amiket a trafikba vettem. Legfőjebb azokat, amikben a fényképek vannak. A szép lányokról. Szeretem nézni őket, de furcsákat álmodok róluk. Ez nem szép dolog. Nem is veszek ilyet többet. Az egyik ilyen könyvben láttam, hogy van egy varázs, por, amitől az ember erős lesz, és okos, és mindenfélit meg tud csinálni. Azt hiszem, talán elküldök majd, és vetetek belőle magamnak. November 16. Alice megint eljött az ajtóhoz, de azt mondtam, neki menj el, nem akarlak látni. Ő sírt, én is sírtam, de nem engedtem be, mert nem akartam, hogy nevessen rajtam. Mondtam neki, hogy már nem szeretem többet, és már okos se akarok lenni többet. Ez nem igaz, de még mindig szeretem őt, és még mindig szeretnék okos lenni. De ezt kellett mondani, hogy elmenjen. Mrs. Mooney mondta nekem, hogy Alice még hozott pénzt az ellátásomra és a lakbérre. Ezt nem akarom. Állást kell szereznem, édes Istenem. Ne engedd, hogy elfelejtsek olvasni és írni. November 18. Mr. Donner nagyon kedves volt, amikor visszajöttem és kértem a régi állásomat a pékműhelybe. Előbb nagyon gyanakodós volt, és te mondtam neki, hogy mi történt velem, és akkor nagyon szomorúnak látszott, és a vállamra tette a kezét, és azt mondta, Charlie, te bátor fickó vagy. Mindenki engemet nézett, amikor lejöttem, és elkezdtem dolgozni a klozetba, és kisöpörtem, ahogy az előtt csináltam. Azt mondtam magamnak, Charlie, ha gúny tűznek veled, ne legyél mérges, mert emlékezzél. Ők nem olyan okosak, mint ahogy te azt régebben gondoltad. És azon kívül ők a barátaid voltak egyszer, és ha nevetnek is rajtad, az nem számított. Mert szerettek is téged. Az egyik új ember, aki akkor jött ide dolgozni, amikor én elmentem, Meyer Klausnak hívják. Bántott engem. Oda jött, amikor a lisztes zsákokat raktam, és azt mondta, hé, hey, Charlie, hallom, hogy nagyon okos vagy fickó, vagy valóságos. Ki mit tudós? Mondjál valami intelligenst.
Rosszul esett nekem, mert ahogy mondta, abból tudtam, hogy gondtűz velem. Hát, folytattam a munkámat, de akkor egészen odajött, és megmarkolta a karomat jó erősen, és rám kiáltott. Jobb lesz, ha ide süt, fiú, ha hozzád beszélek, vagy eltöröm a karodat neked? Kicsavarta a karomat úgy, hogy fájt, és féltem, hogy eltöri, ahogy mondta. És ő nevetett, és csavarta, és én nem tudtam mit csinálni. Úgy megijedtem, hogy azt hittem, mindjárt sírok, de nem sírtam, és akkor ki kellett mennem a klozetre valami borzasztón. A hasam meg úgy csikart belül, hogy mindjárt szétrepet, ha nem megyek rögtön, mert nem tudom visszatartani. Mondtam neki, kérem, engedjen, mert ki kell mennem a klozetre, de ő csak nevetett rajtam, és nem tudtam mit csinálni. Hát sírni kezdtem, engedjen, engedjen, és akkor becsináltam. A nadrágomba ment, és bődös volt. És sírtam. Akkor elengedett. És undor volt az arcán, és akkor megijedt. Azt mondta, az Istenit! Nem akartam semmi rosszat, Charlie. De akkor bejött Joe Carp, és megragadta Klaust az ingénél, és azt mondta, hagyd békén, te mocskos disznó vagy! Kitöröm a nyakadat, Charlie jó fiú, és aki kikezd vele, annak velem gyűlik meg a baja. Szígyeltem magamat, és kiszaladtam a klozetba megmosakodni és átöltözni. Amikor visszajöttem, Frank is ott volt, és Joe éppen mesélte neki, és aztán Gimpi is bejött, és neki is mesélték, és ő azt mondta, meg kell szabadulni Klaustól, meg fogják mondani. Mr. Donnernak, hogy dobja ki, mondtam nekik, azt hiszem nem kéne kidobni, hogy új állást kelljen neki keresni, mert felesége van és gyereke. Meg aztán azt mondta, hogy sajnálja, amit velem csinált. És emlékszem, milyen szomorú voltam, amikor ki kellett dobni engemet a pékműhelyből, és el kellett mennem. Azt mondtam, hogy eladni még egy lehetőséget Klausnak, mert most már nem fog nekem semmi rosszat tenni többet. Később odajött Gimpi a rossz lábába, bicegve, és azt mondta, Charlie, ha valaki piszkál tégedet, vagy az okost akarja játszani veled. Szembe. Csak hívj engem, vagy Joe-t, vagy Franket is. Mi majd elintézzük. Itt mindenki azt akarja, hogy tudjad, hogy itt barátaid vannak, és sose felejtsd el. Azt mondtam, köszönöm, Gimpi. Ez jól esik nekem. Jó, ha barátai vannak az embernek. November 21. Butaságot csináltam, máma. Elfelejtettem, hogy már nem vagyok a Miss Kinian osztályában a felnőtt központban, mint ahogy a régen. Bementem és leültem a régi helyemre a szoba végébe, és ő furán nézett, és azt mondta, Charlie, hol voltál? Erre azt mondtam, hello, Miss Kinian. Elkészültem a mai órára, csak éppen elvesztettem a könyvet, amiből tanultunk. Sírva fakadt, és kiszaladt a szobából, és mindenki nézett engem, és láttam, hogy egy csomó már nem azok, akik azelőtt az én osztályomban voltak. Akkor egyszerre eszembe jutott mindenfélik az operációról, és hogy okos lettem, és azt mondtam, Szent Habakuk, az voltam az igazi Charlie Gordon féle trükk? Elmentem, mielőtt ő visszajött a szobába. Ezért megyek el innen örökre, a Warren otthoni iskolába. Nem akarok megint ilyesmit csinálni. Nem akarom, hogy Miss Kinian sajnáljon engemet. Tudom, hogy a pékműhelybe is mindenki sajnál engemet is, és se akarom, ezért elmegyek valahova, ahol egy csomó olyan ember van, mint én, és senki se törődik vele, hogy Charlie Gordon lágész volt egyszer, és még, most még egy könyvet se tud olvasni, vagy írni se tud jól. Elviszek magammal pár könyvet, és ha nem is tudom olvasni őket, nagyon fogok gyakorolni, és talán még egy kicsit okosabb is leszek, mint az operáció előtt voltam operáció nélkül. Van egy új nyulábam, és egy szerencse pénzem, és még egy picike maradt abból a varázsporból, és talán ezek segítenek. Ha egyszer olvassa ezt Miss Kinian, ne sajnáljon engemet. Örülök, hogy kaptam még egy lehetőséget az életbe, ahogy magam mondta, hogy okos legyek, mert tanultam egy csomó dolgot, amiről nem is tudtam, hogy a világon vannak, és ezért hálás vagyok, hogy annyi mindent láttam meg, ha csak kicsike ideig is.
és annak is örülök, hogy megtudtam mindent a családomról is. Én rólam olyan volt, mintha soha se lett volna a családom, amíg eszembe nem jutottak, és láttam őket, és most tudom, hogy volt családom, és én is személy vagyok, épp úgy, mint bárki más. Nem tudom, miért vagyok megint buta, vagy hogy mit csináltam rosszul. Talán azért van, mert nem akartam elég erősen, vagy mert valaki megvert a szemivel. De talán, ha igyekszek és nagyon erősen gyakorolok, talán egy kicsit okosabb leszek, és majd minden szót fogok tudni. Emlékszek egy kicsit, milyen jó érzés volt avval a kék könyvvel, amit olvastam, a szakadt fedelűvel, és a becsukom a szememet arra az emberre gondolok, aki elszakította a könyvet, és ő olyan, mint én, csak másmilyen és máshogy beszél, de nem hiszem, hogy én vagyok, mert olyan, mintha ablakból látnám őtet. Akárhogy is van, ezért igyekszek folyton okos lenni, ahogy megint érezhessem azt az érzést. Jó dolog mindenfélét tudni és okos lenni, és bárcsak mindent tudhatnék az egész világon, és bárcsak most mindjárt okos lehetnék megint, ha tudnék, leülnék és folyton olvasnák, akárhogy is fogadok rá, én vagyok az első buta ember a világon, aki kitalált valami fontos dolgot a tudománynak. Valamit csináltam, de nem emlékszek rá mit. Csak aztán az összes buta emberekére csináltam, akik olyanok, mint én a várembel és az egész világon. Isten vele, Miss Kinnien és Dr. Strauss is mindenki. Utóirat. Kérem, mondják meg Némur profnak, ne legyen olyan mogorva, ha az emberek nevetnek rajta, és akkor több barátai lesznek. Könnyen lesznek barátai az embernek, a hagyja, hogy nevessenek rajta. Nekem egy csomó barátom lesz ottan, ahová megyek. Utóirat. Kérem, ha véletlenül arra mennek, tegyenek virágot Algernon sírjára a hátsó udvarba. Felolvasta Korek Mária.